Tisztelt Országgyűlés, Szabó Sándor, az MSZP képviselő interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz, mégis a közszolgálatokon akarnak nyerészkedni a 366 postahivatal bezárásával címmel. Az interpelláció megválaszolásával miniszterelnök úr a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Nagy Márton István gazdaságfejlesztési miniszter bízta meg. Az interpellációra miniszter úr felkérésére Fó Nagy János államtitkár úr válaszol, öne a szó, képviselő úr. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Az országgyűlés november 2-ai ülésén a miniszterelnök úr azt mondta, hogy veszteséges vállalatoknak a magyar állam nem adhat támogatást, ezt egy uniós irányelv tiltja. Nos, úgy tűnik, hogy kétszeresen nem mondott igazat a miniszterelnök, hiszen a Magyar Posta az önök által oly sokat szidott 2010 év előtti szocialista kormányok idején masszívan nyereséges volt, olyannyira, hogy osztalékot fizetett sok milliárdot a magyar államnak. Aztán valóban volt néhány év, amikor veszteséges volt a posta, de az elmúlt két évben közel 25 milliárd forint nyeresége volt a Magyar Postának. És az Unió pedig nem tilt semmit, hiszen az egyetemes szolgáltató posta többletköltségét, többletterheit engedélyezi, hogy a magyar kormány megtérítse, mint ahogy egyébként megtérítette ezt a korábbi időszakban, és meg fogja téríteni a következő évben is, hiszen a költségvetésben 5,6 milliárd forint van erre az feladatra beállítva. Mégis mit jelent ez a lakosság számára? Azt jelenti, hogy bizony-bizony a dolgozóknál az átirányítás sokkal nagyobb és többleti időt vesz igénybe. Az emberek a postai szolgáltatásaikat, úgy mint a csekkek befizetését, postai küldemények feladását sokkal nehezebben, sokkal több energiával tudják feladni, és ezt sajnos már a tapasztalatok is mutatják, hiszen november 12-e óta 210 település 366 postáját zárták be. A kis települések lakói így aztán persze joggal érezhetik azt, vagy akár egy-egy városok városrészei, hogy a magyar állam tulajdonképpen cserben hagyta őket, vagy mondhatjuk úgy is, hogy lemondott róluk. Pedig 2012-ben még a miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy nem a közszolgáltatásokon kell nyerészkedni, illetve hogy a közszolgáltatások nem arra valók, hogy abból valaki pénzt keressen, ez a szektor a profitnak a világa. Azóta úgy tűnik, hogy azért nagyot fordult önökkel a világ. 2010 előtt még a mai kormánypártok is kiálltak a vidéki kisposták nyitvatartása mellett. Egyik országgyűlési képviselők azt mondta, hogy a posták bezárása a vidék ellehetetlenítését jelenti. Azt gondolom, hogy ennek most is így kell, hogy legyen. Kovács Zoltán szerint a téma kapcsán elmondta, hogy az államnak vannak olyan feladatai, amelyek a veszteségesek is, már látjuk, hogy a posta nem az volt az elmúlt két évben, akkor is el kell látnia, mert az állam attól állam, hogy a veszteséges feladatait is ellátja. Ha pedig akkoriban így nyilatkoztak, akkor kérdezem államtitkár urat, miért utalt veszteséges vállalatként a Magyar Postára a miniszterelnök, amikor a beszámoló szerint évek óta több milliárdos nyerességet termel? Milyen uniós tiltásról beszél a miniszterelnök, amikor hosszú évek óta be van tervezve a költségvetésbe a Magyar Posta többletterhének a kompenzálása? És miért zárják be a postákat, ha a vállalat nyereséges, a többletterheit pedig a központi költségvetés amúgy is megtéríti? Várom meg tisztelő választát. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. Az interpellációra Fó Nagy János államtitkár úr válaszolt. Öne a szó, államtitkár úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Önök előtt is ismert, hogy a szomszédban dúló háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika hatására elszabadultak az energiaárak Európába, amelynek következtében nem csak nálunk, hanem egész Európában rendkívüli intézkedésre kényszerültek. Magyar államnak is, magyar kormánynak is lépnie kellett, és számos más intézkedés mellett 25%-os gázfelhasználás csökkentést kényszerültünk előírni az állami szerveknél és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. Az elszabadult energiárak a Magyar Postát is nehéz helyzetbe hozták, a szankciós felár a postának jel eddig mintegy 20 milliárd forint többletköltséget okoz. Ön is felemlítette, ön előtt is ismert, hogy a magyar állam költségvetési támogatást nem adhat a postának, ez tiltott támogatásnak minősülne. A Magyar Posta az ERT, mint egyetemes postai szolgáltató, kizárólag csak az úgynevezett méltánytalan többletterhek enyhítése érdekében kaphat állami pénzt. Ennek a felső határa évi 15 millió euró.
ez nyilvánvaló, hogy az egyébként is meglévő és az önállításával ellentétben meglévő működési veszteség ezt a plusz 20 milliárdos többletköltség kompenzálására ez a keret kevés. Ön tévesen állít, hogy a Magyar Postának az üzemi eredménye az üzemi eredménye az pozitív volt, Magyar Posta az hosszú évek óta veszteséges, az ön által említett két év az nem a működési tevékenységéből, hanem egyébként a Magyar Bélyeg Múzeum Magyar Állam által történő megvásárlásának árbevételéből származott. A kormány ebbe a válságos helyzetbe is a posta teljes belső megbújítására vállalkozik, éppen azért, hogy ezeket a veszteségeket csökkenteni tudjuk. A Magyar Postának a tevékenysége, a általános szolgáltatási tevékenysége megmarad. A nemzetközi szokványok szerint Magyarország területén település és lélekszámához mintegy 1500-1600 postát kell üzemeltetni. Ehhez képest most 2600 üzemel, és a szünetelés figyelembevételével is mintegy 2200 posta áll a magyar lakosság rendelkezésére. Úgy látjuk, hogy a Magyar Posta az európai trendeknek megfelelő ügyfélközpontú versenyképes, digitális és szolgáltató szemléletű modern állami vállalattá kell válnia, hogy az ország legnagyobb postai szolgáltatási és csomaglogisztikai vállalattaként megfeleljen a 21. század követelményeinek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr, válaszát megkérdezem, képviselőt elfogadja a választ, önnél szó. Államtitkár, az embereket higgyel nem érdekli, hogy a Magyar Postának miből van nyeresége. Egy dolgot néz, hogy nyereséges, és hogyha nyereséges, akkor teljesen mindegy. Önök is azt szokták mondani, ha valaminek valakinek van pénze, akkor igenis működtesse. Úgy tűnik önöknél az elég nagy narratíva, hogy mostanában az állam a saját feladatait, illetve ezzel járó költségeit át akarja hárítani. Látjuk, hogy a pedagógusok béremelését az unióval akarják kifizettetni. A szociális támogatásból tulajdonképpen az állam visszalép, oldja meg az egyén, oldja meg a család a saját helyzetét. Most pedig úgy tűnik, hogy ez az irány, hogy a posta működtetését az önkormányzatok oldják meg, még akkor is, hogyha tisztelem, becsülöm azokat a városvezetőket, akik a helyben élők miatt ebben valamilyen kompromisszumra képesek önökkel, vagy képesek kompromisszumot kötni ebben a témában önökkel. Államtitkár úr, az állam lássa el a feladatait. Ne a nemzeti nagytőkét, jobboldali nagytőkét szolgálja ki, hanem a feladatait lássa el, így ebben a formában a válaszát nem tudom elfogadni.